Csinosítja már a fészkét ez a Péter révére visszatért gólya. Hamarosan a fecskék is hazajönnek. Remélhetőleg a doktor Kis Imre óvodába is költözik majd néhány a frissen felszerelt fészkekbe. A fecskék költöző madarak is, már nagyon várjuk őket, hogy ide költözzenek. Kis fecske, kis fecske, suhába száll, suhába száll. Március 19-én volt a Fecskék Világnapja. Erről pedig a Péter Évei óvodások is tanultak. Bent készítettünk, mint ahogy a gyerekek is mondták, gyurmáztunk fecskemadarakat, festettünk, ragasztottunk, rajzoltunk, és végül a fecskefészekbe helyeztük bele. A fészkeket Péter Évei fiatalok készítették a helyi ifjúsági klubban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ajánlás alapján készült fészkekhez mindössze egy kis gipsz, fűrészpor és hungarocell kellett. Gyakorlatilag felére csökkent egyes fajoknak a száma, és van, amelyik már harmadára csökkent, és ugye emiatt ugye jóval többet kell permetezni, aztán a permetezés pedig kihatással van a fecske populációra, úgyhogy ez egy öngerjesztő folyamat, és azzal, hogy segítünk nekik abban, hogy a fészek rakás időszakától megkíméljük őket, ezzel gyakorlatilag ugye a tojásrakásra és a költésre tudnak koncentrálni, és ezzel gyakorlatilag nagyobb esélyük van arra, hogy megmaradjanak és minél több kis fecske szülessen. A Péter Éveiek bíznak benne, hogy az akció sikeres lesz, és a fecskék hamarosan belakják a fészkeket.